A festés királynője. Ezzel a névvel szokták illetni az olajfestést, és hát nem véletlenül, valóban óriási élmény olajfestékkel dolgozni. Akkor, amikor elkészítettük ezt a legújabb online olajfestő tananyagunkat, akkor azon gondolkodtunk, hogy vajon milyen elvek alapján építsük fel a tanfolyamot, hiszen nagyon sokan vagytok már olyanok, akik régóta festetek akrilfestékkel, és bele-bele kóstolgattatok már az olajfestésbe is, és vajon mi az, amivel leginkább, a legtöbbet tudunk adni nektek, legjobban tudunk szolgálni benneteket. És igazából két elvet határoztunk meg. Az egyik elv az az, hogy olyan képeket válogattunk össze ebbe a tananyagba, amint keresztül nagyon sok hogyan fes technikát tudunk bemutatni. Ezzel azt értjük, hogy például hogyan fes felhőt, hogyan fes sima vizet, hogyan fes hullámzó vizet, hogyan fes sziklát, hogyan fes fákat, hogyan fes füvet, hogyan fes bőrtónusokat, hogyan fes portrét olajfestékkel, mi az a lazúrozás, mi az a száraz ecsetelés. Tehát nagyon sok ilyen hogyan fes technikát tudsz megtanulni ebből az online olajfestő tananyagból. A másik elv az pedig az volt, hogy nagyon sokféleképpen lehet használni az olajfestéket, nagyon sok technikával lehet az olajfestéket használni, különböző festőszereket lehet használni az olajfestékhez. Miért tartottuk ezt fontosnak? Azért, mert az olajfestéket, vagy a hozzá kapcsolódó adalékanyagokat nem mindenki bírja. Van, akinek begyulladt tőle a szeme, van, akinek bőrkiütése lesz, esetleg sokaknak túl büdös, és család azt mondja, hogy ha ezzel akarsz festeni, akkor költöz ki a sufniba. No, ebbe a tananyagban 6 képet festünk meg, mind a 6 képet más olajfestési technikával festjük meg, mindegyikhez más festőszert használunk, és vannak köztük olyanok is, amik 100%-ig szaktalanok és egészségre ártalmatlanok, így otthon is bármikor fogsz tudni festeni olajfestékkel. Ugye, amikor megfestettük mi is ezt a 6 képet a 6 különböző olajfestési technikával, akkor nekünk is lett preferenciánk, hogy mi a kedvencünk, nekem is lett személyes kedvencem, akik a mentorprogram tagjai, vagy akik már voltak nálunk festőtáborban Balatonföldváron, ők már ismerik és ki is próbálhatták, hogy mi a favorit, de természetesen majd elmondjuk a videóban azt, hogy melyik festőszerrel mik a tapasztalataink, és te magad is el fogod tudni dönteni, hogyha kipróbáltad őket, hogy neked mi lesz a személyes kedvenced. Ez az a kép, amin keresztül megmutatjuk azt, hogy mi a különbség az akrilfestés és az olajfestés között. Ezt a képet a tananyagban megfestjük akrillal is és olajjal is, és akkor ebből az ecsetkezelési technikákat, a festési módokat jól össze lehet hasonlítani, és itt is egyféle módon használjuk az olajfestéket. A második kép egy csendéletfestés. Itt ennél a festőszer az sellak, amit használtunk, ez is teljesen ártalmatlan az egészségre. Ezen a képen keresztül meg tudod tanulni a felhőfestést, a hullámos vízfestést, a sziklafestést, és egy olyan adalékanyagot használtunk ennél a képnél, ami vízbázisúvá teszi az olajfestéket, azaz vízzel oldhatóvá válik. Ezen a képen ugye látod, nagyon sok fa, felhő, víz, fű van rajta, és ennél a képnél a klasszikus olajfestés technikáját használtuk. Ezen a képen a bőrtónusok festését tudod gyakorolni, a lazúrozás technikáját tudod gyakorolni, és ennél a képnél az akril és az olajfestéket kombináltuk egy képen keresztül, tehát mind a két fajta festéket használtuk benne, és végül egy portréfestés, és itt is ez a 6. kép, amivel egy teljesen más festőszert használtunk, mint a többi kép esetén. Akkor látod a tananyagot, látod a célt, látod azt, hogy mi mindent tudsz megtanulni, hogy most már nincs más hátra, rendeld meg az online olajfestő tananyagunkat. Jó festést! Sziasztok!